Hello, hello! Szia! Csodaszép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Na hát, egy nagyon izgalmas hétvégén vagyunk túl, ugye péntek, szombat, nagyon szépen mentek a piacok, aztán ugye ma így vasárnap estébe közeledve lefele fordultak, el fogom mondani, hogy miért. Én Denkler Miklós vagyok a CryptoMinds csatornától, és minden nap elhozzuk neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukáljunk az internet óta létező leginnovatívabb iparágról, ami nem más, mint a kriptovaluták, és tudjuk, hogy ez nem csak egy technológiai csoda, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje is. Kérek egy kövér lájkot, sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a lájkombot, ezzel segít el a YouTube algoritmusát, hogy megmutassa a videót másoknak, és iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, a harangocskánál az összeset jelöld be. Oké, menjünk is, és nézzük, hogy mi történik a kedvenc buborékos csártom. Ezt levesszük ide a sarokba, és menjünk. Illetve előtte nézzünk rá, hogy el kell, hogy mondjam, hogy ugye ami itt a videóban, illetve a csatornáinkon, különböző forrásainkban elhangzik, nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak. Ez edukálást szolgál, azért, hogy alapinformációkhoz hozzájussál, és ezeket az alapinformációkat a saját kutatásoddal kiegészítsd, a saját pénzügyi helyzetedre fölépíts egy stratégiát, és ezzel a stratégiával fektes kriptovalutákba, illetve használ ezt az iparágat az előnyödre, és természetesen minden döntésedé vállalod a felelősséget, ugye amilyen magas hozamokat el lehet érni, ugye időnként olyan magas kockázatok is vannak, de ne menjünk, akkor nézzük is a kedvenc buborékos csártot, ami azt mutatja, hogy most a legtöbb altcoin pirosba váltott így hirtelen az elmúlt 1-2 órába. Bitcoin 5%-kal esett, Ethereum 8%-kal esett, és látjuk, hogy a legtöbb altcoin esett tovább. Uniswap 6%-kal van pluszban, úgyhogy de a legtöbb, látjuk, hogy 5-10, néha 10% fölött Phantom, Tezos, One Harmony, CVX, Curve, Helium. Apropó, megjöttek a Helium minerek, úgyhogy Franco, Rune, Thornchain, Waves, mind-mind Avalanche elképesztő, de ugye éppen tegnap posztoltátok, hogy tegnap előtt Sanyi a chatbe, hogy az Avalanche-ot kereskedi mostanában csak, ugye ráfókuszált egy coinra, és nagyon szép profitokat tudott vele csinálni. Nézzük, mit mutat a kedvenc indikátoruk, a kriptofélelem és kapcsiság indikátor. Sok minden nem változott, 26-on áll az index, ami tegnap is itt tartózkodott, körülbelül 2 óra múlva lesz frissítve, akkor van, hogy jóval lejjebb fogunk jönni a mostani kis minipánik miatt, hogy miért van a mostani minipánik, el fogom mondani. Egyébként lehet, hogy ez a kis mostani esés, ez valójában sokkal több muníciót tartogat a későbbiekre, hogyha majd mögé nézünk, mi a hatása. Látjuk ugye, hogy a félelem próbált följönni a semleges zónában, aztán két próbálkozás után nem sikerült, és ugye azt is tudjuk, hogyha visszanézünk az elmúlt 1 évre, akkor tavaly nyáron elég sokáig lent tartózkodtunk, többször le is jött 10-es szintre, és látjuk, hogy azért most már több mint 120-130 napja komoly félelemben van a piac, és ugye tudjuk azt, hogyha nagy a félelem, akkor az eszközök ára lefele megy, a befektetők hajlandók nagyon olcsón eladni az eszközöket, és ugye általában ez jó vételi lehetőséget jelent, és ugye a kriptóban van egy mondás, hogy a nagy vagyonok nem akkor képződnek, amikor bika piac van, meg amikor minden megy fölfele, hanem akkor, amikor megtalálod és a jó beszállókat megkeresed, úgy ez a hosszú távú dollár átlagáras vásárlásra értendő, mert értelemszerűen a rövid távú kereskedés teljesen más. Egyébként a rövid távú kereskedés kapcsán csináltunk egy a partnerünkkel, a GCT-vel a héten egy közös videót, itt volt GCT piaci kitekintés, feltétlenül nézd meg ezt a videót, ugye ez full kereskedés, és el kell különíteni hosszú távra való befektetést, meg a kereskedést, és a kettőt nem is szabad vegyíteni, mert két külön módon működik, és ha már itt vagyunk, akkor ugye itt a beírsz bármit, például beírod, hogy Eva World, ugye volt az Evával egy videónk, akkor azt is kidobja, hogy itt van Eva World, új projektek, profit kimaxolója, ha hogyha mondjuk a Strong Blockról szeretnél nézni, akkor beírod, hogy Strong, és hogyha mondjuk a Helium Minerekről, akkor beírod, hogy Helium Miner, ugye az iHub-on keresztül talán most még lehetett rendelni, és ugye ott csak
a beüzemeléskor kell egy kisebb összeget fizetni, egyébként üzemeltetésre ingyen kapod meg, és nagyon frankó lehet vele bányászni, úgyhogy feltétlenül nézd meg ezeket a videókat. Oké, szóval félelemből csapjunk át akkor kapzsiságba, arra még várni kell egy kicsit, úgyhogy menjünk tovább, nézzük az első hírünket, ami arról szól, hogy a Bitcoin hogyan robbanhat fel 50 ezer dolláros szintig Justin Bennett szerint, aki egy kereskedő, és ugye márciusra azt látja, hogy potenciálisan 50 ezer dollár irányába mehet a Bitcoin, elérheti az 50 ezer dollárt. Azt látja, hogy most megvolt kétszer az alja, ugye 34 ezer körüli szinteken kétszer megvolt az alja, januárban, illetve most februárban, és hogy megindult a Bitcoin fölfelé. Hogyha 39.600-at törné fölfele, amit ugye napi gyertyát kéne zárnunk, ami egyébként most nem sikerült, akkor igazán megindulhatna, és a következő szint a 46 ezer dollár lenne, és hogyha itt a nyaktornak vonalt eléri 46 ezer dollárnál, akkor ezt a dupla aj mintát, ami egy ilyen dupla V-ben nyilvánul meg, ezt magáénak tudná az index, úgy így nézünk itt a 34 ezeres aljak, és hogyha 39.600 fölé megyünk, akkor jöhet ez a 46 ezer, és akkor megvan a dupla V, és onnan folytatná 50-53 ezer dollár irányába. Következő írunkban a Pantera Capital, aki egy nagy kripto befektető cég, ugye főleg Bitcoin, illetve más kriptoprojektekben is bőszen fektetnek, és azt mondja, hogy hamarosan rallizhat a Bitcoin. Hogy mitől látja ezt? Egyrészt azt látja, hogy lesz ez az adófizetési nap Amerikában, április 18-án, hogy akkor mindenki valójában elad egy kis kriptot, hogy kifizesse az adóját. Mert értelemszerűen abba csináltam a pénzt, és lehet, hogy máshol nincs úgy likvid pénz, hogy befizessék az adót, és ezért ugye ilyenkor eladnak a kriptot, szóval itt valójában inkább ez egy lefele tartó nyomás lehet, viszont utána megindulhat az ár szerintük fölfelé. És ugye a másik alkalom, ami ugye itt szerepet játszhat, az, hogy ugye maga egyre inkább a kriptó teret hódít, és ugye elkezdik ténylegesen használni, hogy itt a kamat emelésre is fölhívja a figyelmet, és azt gondolják, hogy ez nem igazán rossz, nem, szerintük nem rossz ez a kriptónak, és valójában a blockchain-es eszközök ára fölfele fog menni, annak ellenére, hogyha kamat emelés is történik, és még azt mondják, hogy a következő hetekben azt látják, hogy a hagyományos pénzügyi piacoktól el fog válni a kriptó. Szóval az, hogy most valami történt, esik a részvénypiac, van egy kis pánik, ettől el fog válni a kriptó, ezt mondják, és van egy kis tanulmányuk is, amit itt ebben a cikkben, úgy itt a report alatt megtalálsz, ezt érdemes átnézni, ugye arról szól, hogy a következő meg a trade, a következő meg a trade, úgyhogy érdemes ezt megnézni, még ezen át fogok futni, úgyhogy lehet, hogy hozok belőle infót. Na nézzük, hétvége ugye úgy telt, hogy Bitcoint a 40 ezer dolláros szint elutasította, miközben ugye a Luna 5 hetes csúcsra ért, ugye Luna óriásit rallizott, és ugye a Bitcoin ebben a 39 ezeres zónában kereskedett, és 750 milliárd volt ugye a teljes eszköz értéke. Igen, Luna nagyon szépen ment, Ethereum ugye még a hét elején volt a nagy esésben 2002-ön, aztán ugye voltunk 2008 fölött, hiszen nagyon szépen ment fölfel az Ethereum is, és a teljes kriptopiaci kapitalizáció újra 1,8 billió dollár. Nézzük a következő hírt. Ukrajna kriptóban kezd el adományokat gyűjteni, és ez átlépje 13 millió dollárt. Justin Sun önmaga adott 200 ezer dollárt ugye USDT-ben, és érkezik a pénz. Ugye meghirdették ezt a Bitcoin címet, és ezt a Ethereum és ERC20-as címet, ide várják ugye a támogatásokat. Úgyhogy ebből is ugye azt látszik, nekem ez azt mutatja, hogy hirtelen, ugye Kanadában a tüntetők, kamiontüntetők ugye tértek át Bitcoinra, most Ukrajna tér át Bitcoinra, és nem csak az, hogy az ukrajnai emberek, akik ugye menekülnek, és a vagyonukat egy Ledger Nanon viszik magukkal, és te is használj Ledger Nanot, mert ezzel tudod biztonságban a kriptoeszközeidet, és egyszerűen milyen gyorsan elkezdik használni, nem kellett több hónap, meg több év, persze a sok munka, meg a sok
egyéb munka mind mögötte van, amit ugye az egész kriptopiac és a fejlesztők is mindenki csinál, csak pikpak elkezdik, és most maga az állam ebben szed össze pénzt. Nem csak a lakosok használják, hanem az állam is ugye bitcoint és ethereumot gyűjt. Nézzük a következő hírt. XRP nem értékpapír, ezt mondja az egykori CFTC elnöke. Ugye a CFTC az árupiaci alapoknak egy ilyen szabályozó hatóság, olyan, mint az SEC. SEC az értékpapírok, a CFTC az árupiaci, például az arany, meg az alumínium, meg ezüst, mindenféle ETF-eket, tudomásom szerint a CFTC szabályozza. Néha egyébként össze szoktak különbözni, hogy most éppen a kriptót kinek kéne szabályozni, az SEC-nek vagy a CFTC-nek, és azt mondja Chris Giancarlo, hogy amikor ő eljött, korábban ő nyilatkozott, hogy szerinte nem értékpapír az XRP token, és akkor ugyanúgy az SEC akkori vezetőjével ebben egyet értettek, volt erről egy ilyen kis kutatás, megcsináltak ezt a Howey tesztet, amin ugye meg lehet nézni, hogy valami értékpapír vagy nem. Érdekesség, hogy ez a Howey teszt, ez majdnem 100 éves, szóval nem tudom, hogy mondjuk 100 éve milyen volt a tőkepiac, de nem hiszem, hogy most lehet egy ilyen bármit alkalmazni, főleg, hogy olyan eszközök vannak, ami 13 éve még nem is volt. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy itt ebből mi lesz. Annyit mond, hogyha az XRP-t az SEC értékpapírnak minősíti, akkor egyébként az Ether-t is jó esélye annak kéne, hogy minősítse, és hát az nem nézne nagyon jól ki. De meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Azt mondom, hogy egyre inkább ez a dolog elnyújtódik, és biztos, hogy valamilyen megegyezéses dolog fog történni, és akkor legalább az XRP magára találhat, mert látni fogjuk, hogy akkor lezárult és nincs több bizonytalanság. Elon Musk azt mondja, hogy Dogecoin fognak elfogadni a Tesla jövő futurisztikus, hogy mondjam, töltöd az autódat is közben színházban vagy az autódból, és Dogecoinnal lehet majd fizetni. Ez ugye valószínűleg egy olyan hely lesz, hogy bemész, töltöd az autód és közben valamilyen szuper filmeket, színházt nézel, és Dogecoinnal fizetsz, úgyhogy hajrá! Na, jöjjön egy komoly hír, Portugália, és ugye több európai ország a kriptohullámot akarják meglovagolni. Ugye a portugál adóhatóság kinyilatkoztatja, hogy nem adóztatják a bitcoinon és a kriptón keletkezett jövedelmeket, El Salvador GDP-je növekszik, és Ukrajnában ugye egyre inkább használják a kriptovalutákat. Szóval a portugál adóhatóság azt mondta, hogy a vásárlás és az eladás nem eladásból származó profit nem tartozik a tőke jövedelem adó alá, azaz nem kell fizetni, úgyhogy sem áfát, sem jövedelem adót, úgyhogy nem esik ezen kategória alá, és a különböző bevételek, amik ugye itt képződnek, akár a farming, akár ugye ilyen osztalék jellegű protokollok által adott bevételek, ezek sem tartoznak bele. Úgyhogy Portugália nulla adó, ezért sokan mennek Portugáliába, érdemes belenézni. Viszont ha mondjuk van egy kriptóval foglalkozó céged, ami szolgáltatást ad, ott viszont elég magas 25-35% az adó. És Portugália, ugye Németország, Svájc és Málta után, ahol egyébként is vannak ilyen 0%-os adós dolgok, szeretné fölvenni a versenyt. El Salvadorban ugye már beszéltünk róla, hogy 10,3%-kal úrott meg a GDP, azóta, mióta Bitcoin hivatalos fizetőeszköz. Szóval a Bitcoinnak itt is jótékony hatása van, 10%-kal megnöveli a GDP-t, nem egy semmi dolog, és még El Salvadornak soha nem növekedett 10%-kal, vagy hát két számjeggyel a GDP-je, úgyhogy gratulálunk nekik. Na hát Ukrajnában több pénzt kereskednek kriptoban, mint hagyományos pénzben. Ez is egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye Ukrajnában is hát nem hivatalos fizetőeszköz lett a bitcoin, de hivatalosan szabályozott és elfogadott eszközzé vált a. Na most ez micsoda? Vált a bitcoin, úgyhogy. Igen, én föl kéne valamit iratkozni, New York Times, amit nem fogunk most, de az a lényeg, hogy hivatalosan már a forgalom is nagyobb, mint a hrivnyában. Oké, nézzük a következő hírünket, ami arról szól, hogy van egy World of Women nevű platform, amit ez a
csinos hölgy üzemeltet, Hello Sunshine, és a Hello Sunshine és a World of Women, ugye ez egy nagy női szervezet, NFT-ket fognak használni, és az NFT-kkel fogják így saját magukat megmutatni kifele. Ez azon, hogy fontos, mert feltételezem, hogy sok-sok hölgy követi ezen csatornákat, az amit, hogyha a nőklapi adnak ki NFT-ket, csak ugye ez egy sokkal nagyobb szervezet. Oké. És jöjjön a mai utolsó hírünk, ami kicsit vicces. Jamaica készen áll arra, hogy elkezdi a saját nemzeti banki digitális pénzét, azaz a saját nemzeti pénzét használni, és GemDex-nek hívják. Milyen jó nevet adtak neki, hogy GemDex. GemDex. És azzal elmondottuk, hogy no cash, no problem, nincs készpénz, nincs probléma. És ugye nagyon izgalmas, mert kb. 3800 dollár fizetnek annak, aki ezt a szlogent kitalálta, és valószínűleg még utána még jó díjakat is fog kapni. Így néz ki a GemDex logója. No cash, no problem. Hát szerintem tök jó pofa. Most nem egy ilyen befeszült, mint amit mondjuk majd várhatunk esetleg a digitális euró kapcsán, hogy olyan nagyon nagyon full hivatalos, meg mindez ilyen lazának tűnik. Persze, ugye ettől még ez nem egy decentralizált kriptovaluta, ugyanúgy egy kontrollált és az állam által kezelt és átlátott és felügyelt és minden tranzakciót lenyomozó és analizáló rendszer, de legalább lazán adják elő. Oké. Feltétlenül látogassunk el a leírásban lévő korion.io-s linkre, itt regisztrálj be a gratis webinárokra, kimentek az e-mailek a gratis webinárokról, megmentek a felvételek, és ugye benne van a Crypto Basic és Pro képzések kezdődnek, úgyhogy lehet jelentkezni, mindjárt adjátok ki a jelentkezést Eva Mamacitánál, illetve a Crypto Minds, ide beírom, jó? Crypto Minds tanoda@gmail.com. Ezen az e-mail címen lehet regisztrálni, cryptominds@gmail.com, ide lehet írni, illetve hogyha a Telegramon vagy, akkor meg Eva Mamasita, Telegramon meg Eva Mamasitának lehet írni, hogyha szeretne jönni a most induló Basic és Pro tanfolyamokra, rengeteg hasznos infót tanulunk. Úgyhogy gyere, iratkozz fel, itt a gratis webinárokat kapod meg, ezek ingyenesek, itt is rengeteg kriptóval kapcsolatos dologról tanulsz, hagyományos pénzekről, aranyról is, telepítünk itt pénztárcát, küldés, fogadás, biztonságos tárolást, ezt mind megnézzük. Illetve a jó hír az, hogy elindult a CryptoMinds Patreon csatornája, egyre több tartalom kerül fel, megtaláltuk a különböző tagságot, a kalandorral igazából támogatni tudtok minket, felfedező CryptoMinds Pro már egész komoly kontakteket kap, itt tudjátok megnézni, hogy miket, például fundamentális elemzést, livestreamet, DeFi farmokat, hogy mit érdemes farmolni, top passzív jövedelmi nódokat, kedvezményeket a Global Crypto Trend Money Factory Pro tagságából, ugye nézzétek meg a videót, amit mutattam, 30% kedvezményt, Evaverse szignálokból kedvezményt, ott 25%-ot, kalkulátorokat és egy NFT-t is. Ha te komolyabb vállalkozó vagy, vagy komolyabb összeget kívánsz kriptóban fektetni, akkor viszont a CryptoMinds Elite az, amiben ugye egy ilyen személyes coachinghoz hasonló dolgot is igénybe tudsz venni. Feltétlenül gyere, válasz ki neked megfelelőt. Ugye ilyenkor mindig ez havonta vonja, szóval most ugye február 27 van, holnap 28, igazából március 1-től érdemes feliratkozni, mert akkor ugye akkor nem kell meg február ezt kifizetni. Oké, nézzük, hogy mi történik a Twitteren. Feltétlenül kövess a Twitteren Kukac Miklós Denkler, illetve kövessd a Kukac Korion platformot, és kövessd még a Kukac Laserpunkot is. Itt van, hogy Kukac Laserpunk Guts. Oké. Szuper. Ezt a posztot meg lehet tolni. The Moon Carl lássa, hogy jövünk ki a Laserpunkokkal. És igen, nagyon frankok lesznek a Laserpunkok. Na hát, Svájcban nem csak Zug a központ, ugye itt van a Korion alapítványnak a központja, hanem Lugano is egy kripto központ szeretne lenni, az európai kripto főváros. Ez egy nagyon izgalmas csárt,
azt mutatja, hogy a bitcoinok 76,5%-a nem mozdult az elmúlt 6 hónapban, ugye ez a HODL waves, az, hogy a bitcoinok mikor mozogtak utoljára, és ez egy nagyon-nagyon beszédes chart, ugye azt jelenti, hogy az emberek nem akarják eladni nagyon a bitcoinjaikat. Itt van, Moszkvában megrohamozták a bankokat, ugye, így, hogy elvágták a bankokat a SWIFT rendszertől, ugye az történt, hogy elvágták a bankokat a SWIFT, azaz a nemzetközi áttanási rendszertől. Ez ugye az a többi ország bankját is érinteni fogja, mert ugye mindenki kölcsön ad mindenkinek, hogy valószínű, hogy holnap egy picit ilyen pénzügyi pánik lesz, mert egyik bankok nem tudnak a másiknak visszafizetni, egyrészt mert el van vágva a SWIFT rendszerük, és ugye itt az emberek sorba állnak, hogy kivegyék a készpénzt, és ez nem Ukrajnába állnak sorba, hanem Moszkvába, és ugye, hogy akkor tudjuk, miért jó a bitcoin és a blockchain, és a kriptovaluták, nem kell sorban állnod, ott van a pénztárcád, ott van a ledgereden, és bárhova mész, bármi történik, nálad van pénz, és hogyha a bolt elfogadja a kenyérért, meg a tejért a bitcoint, akkor meg tudod venni, ha meg van hozzá egy szuper bankkártyád, akkor azzal meg még inkább, ugye egy kriptos kártya, mint például a Binance-en, vagy a Crypto.com-on. Úgyhogy elvágták a SWIFT rendszert, és ugye ez okozhat egy kis fennakadást, ezért esett most előbb a piac, viszont hogyha egy picit után mögé nézek, hogy elvágták az orosz bankokat a SWIFT rendszertől, az egész nemzetközi kereskedelmüket ugye ezzel próbálják megnehezíteni, hát mit fognak csinálni? Kanada elkezdte használni a bitcoint, Ukrajna használja a bitcoint, hát most az oroszok is fognak használni, és nagyon érdekes, hogy két ország, aki egymással háborúban, és mindegyik igazából elkezdi használni a bitcoint, és nem csak az orosz oligarchák, ugye nagyon gazdag emberek teszik a pénzüket, meg menekítik a pénzüket bitcoinban, meg kriptóban, hanem ezek szerint az átlag ember is hamarosan, mert ugye többre megy vele, mint ott sorbálni a bankautomatánál, a másik meg, hogy valószínűleg az orosz bankok is előbb-utóbb használni fogják, mert a nemzetközi pénzügyi rendszert nem használhatják. Ugye itt Pomp is megosztja, hogy ugye Ukrajna kriptoban szed össze támogatást, és hogy ez pár éve még ilyen elképzelhetett lett volna, most meg ugye itt az országok jönnek-mennek, úgyhogy ez mindenképpen ez izgalmas dolog. NFT-kről egy érdekes cikk, Laserpunk által megosztva, ezt is nézd meg, lájkold és oszd meg. Oké. Okay. Corion X megosztotta, hogy Mexikó szenátor előterjeszti azt, hogy ugye kriptot fogadják-e, mint El Salvadorba. Oké. Okay. Nagyon nagy hír, hogy a japán e-commerce óriás a Rakun Ten, ami egyébként olyan, mint az Amazon, hasonló nagy is egyébként, egy NFT piac teret indít, Rakun Ten NFT-t, itt van róla a cikk, meg tudod nézni, és mindenképpen egy izgalmas sztori. Közben Plan B ugye megoszta azt, hogy 19 millió bitcoin mikor volt utoljára tranzaktálva. 9 millió bitcoin 20 ezer dollár fölött volt tranzaktálva, 5,5 millió a 20 ezer dollár alatt, miközben 4,5 millió még ugye 2016 előtt 2000 dollár körül volt tranzaktálva, és ennek jó szerével java része, amit tranzaktálva volt 4,5 millió bitcoin, jó szerével egy része elveszett, a másik ugye az 1 millió Satoshi coin, ami nem tudjuk, hogy Satoshi éle vagy nem-e, úgyhogy látjuk, hogy mikor voltak tranzaktálva, ugye főleg ezért is a 40 ezer dollár, egy nagyon erős ellenállás, itt 40 ezer dollárnál elég sok tranzakció volt, azaz sokan vettek 40 ezer dollár körül. Oké, okay. Bitcoin bányászat, és az ott megtermelt energiával fűtik ezt a kis várost. Szuper! Na hát menjünk tovább, nézzük, hogy mi van még nekünk a Telegramon. Ugye van egy nagyon frankó kis Telegram csatornánk, feltétlenül csatlakozz be, leírásban megtaláld a linkjét. Itt van egy magyar srác, nagyon gratula, nagyon jó pofán megosztja, elmondja itt, hogy miért is jó a kriptó. Ugye itt a kanadai kamionsofőrökről beszél, érdemes őt követni a TikTokon. És ugye itt van egy-két hírünk, látjuk a PIX nevű token, ugye, amiről kaptunk Zsoltól infót, hogy ugye érdemes használni, gyönyörűen fölment az ára, és ugye valószínűleg még meg. Kadenát kérdeztétek itt, hogy a Kadena az valójában egy layer, egy megoldás, egy vadonatúj blockchain, ami aspiráns arra, hogy egy nagyon frankó dolog legyen,
úgyhogy hasonló, mint a Solana, Avalanche, Phantom. Nagy fantáziát látok benne, viszont az ára nagyon volatilis. Az, hogy most nem tudom, mit írtatok itt, hányszorozni fog, persze arra semmi mérget ne vegyünk, ugye, és ment már sokat lefele. Igen, és itt van, hogy az oroszok ugye elvágták a SWIFT rendszertől. Itt feltétlenül gyere, és nézd meg a pinált üzeneteket, ugye itt volt csak egy kitérő, hogy a csatornát ne használjuk az összes háborús hír megosztására, arra ott a CNN. Volt egy frankó tőkeátiteles kereskedésünk, kiment az oktató anyag, holnap, azaz amikor nézed a videót ma, hétfőn este folytatjuk a következő részét, és nézzük meg, hogy volt egy gratis webinárunk, ugye feliratkozol a linken. Általában minden nap van egy tájékoztatónk, ahol a Daxio online játék és Metaverse projektet mutatjuk be, ami egy nagyon-nagyon frankó, jönnek ki most a saját játékokkal, mennek full decentralizált irányba, és jönnek ki két tokennel, amihez mi, aki ugye benne van, már még a listázások előtt hozzá tud jutni, feltétlenül gyere, Eva Mamacitától tudod kérni a linket. Igen, itt a Daxio, Eva Mamacitától tudod kérni, úgyhogy ide beírod, hogy Eva Mamacita, így, és őt földobja, és akkor beírod, hogy mit szeretnél. Oké, itt érdemes adakozni, Magyar Ökonomikus Szeretetszolgálatnak. Szuper. Itt vannak a strong nódjaink, ugye a strong nódok szépen működnek. Az a lényeg, hogy a strong node 110 naponta kitermeli azt, amit beleteszünk. 10 strongból tudunk venni egy nódot. Viszont jelenleg vizsgálunk egyéb node projekteket is, amik legalább olyan megbízhatóak, mint a strong. Van, amelyik fiatalabb, van, amelyik sokkal komplexebb és sokkal összetettebb a use case-e, és adott esetben azt várjuk tőle, hogy akár az árát is jobban tudja tartani, mint mondjuk a strong tartja jelenleg, úgyhogy a jövőben valószínű, hogy nem csak strong nódokat fogunk üzemeltetni, hanem egyéb nódokat is. Jelenleg ezt kutatjuk ki, a Patreonon meg fogjuk osztani természetesen a próbcsoportban lesz megosztva a Patreonon ugye ez a nódos kutatásunk, hogy melyik nód projektet érdemes, értem, szóval azt te is tudod használni, viszont érdemes a közös poolba jönni, mert ugye sokkal hamarabb vissza tudunk forgatni, tudunk venni új nódot, mert ugye pikpak össze érnek már az összegek. Egyébként ugye a Strong kapcsán a 15 csoportnak akkor így megtörténik a visszaforgatása, most értünk oda, és körülbelül 4 naponta lesz kifizetve egy-egy csoport, ugye második kör zajlik most, és a második körben ki fogjuk fizetni azokat, ugye mindenki arányosan megkapja, Ethereumban kapja meg, de értelemszerűen a mostani árfolyamon tudjuk a strongot Ethereumra váltani. Ami fontos, hogy lesz egy előterjesztésünk, hogy a meglévő strongos dologba vonjuk ezt be, ezt a jövőbeli egyéb nódokat, vagy arra induljon egy külön dolog, és akik most érkeznek be, abba külön dologba érkeznek. Az a lényeg, hogy nagyjából maga a jutalom hasonló várható, van, ahol ez több, nem 110 nap alatt érje, hanem 150 nap alatt, van, ahol esetleg kevesebb, viszont mindenképpen stabilabbá teszi, és az a lényeg, hogy egy folyamatos pénzáramlást tudjunk a nódokkal üzemeltetni, hogy ezek a nódok, ez ugye az Ethereum és egyéb networkökön hálózati csomópontok, és ugye azzal, hogy egy nódot üzemeltetünk, vagy üzemeltetnek nekünk, és mi kvázi csak hozzá segítjük őket ehhez, azzal, hogy megvesszük, vagy ott stékelünk, ezzel ugye segítjük a hálózat működését, és ugye maga a tranzakciók, hát nem pont a validálásom, ugye nem, ez nem feltétlenül minden bányászatról szól, minden esetre ezzel hozzájárunk az adott hálózatok fenntartásához, és a különböző RPC hívásokhoz, és mindenféle egyébhez. Az a lényeg, hogyha te ebben jössz, Eva Mamacitának írjál, és ugyanúgy igazából amennyivel érkezel, arányosan fogsz részesedni, úgyhogy erről mindig megkapod az infót, hogy mennyivel részesedsz. Oké, még itt kattingassunk tovább, nézzük meg a hasznos egyéb dolgokat. MetaMask használatára itt van egy figyelmeztetés, és az, hogy csak Ledger Nano-val használd. Hasznos linkjeink, tőzsdék, kedvezmények, cashbackek, ajándék bitcoinok, minden, ami itt van. Használd a Biswap DEX-et, itt is kapsz 10% ajándékot, rendel Ledger Nano-t, menj az inlogra, közd le kamatozásra a kriptodat, ezt mind-mind itt megtalálod. Oké, jó, nézzük, hogy a következő pinált üzenet, ez az Eva World
szignálok, ugye ez a Binance Smart Chain-en futó, induló új projektre kapunk szignált, és ugye itt van például az Eva World, így néz ki, és látjuk, hogy kapjuk a különböző szignálokat, például azt hiszem ezt a Lodz Gaming-et néztem, ugye itt meg tudod nézni, ki tudod másolni, illetve van egy olyan, hogy alert, és ugye mindenféle egyéb információ itt van, a buy, sell, és ugye hamarosan már automatikusan fogja az Eva World, amit a MetaMask, ugye MetaMaskhoz hozzá tud csatlakoztatni, automatikusan is tud majd venni, eladni, illetve beállítja a buy és sell taxeket, meg a szükséges gázdíjakat, és ami fontos, hogy jönnek alertek is, hogy ugye mit ér el, látjuk, hogy 8-szorozott, 3-szorozott, 4-szerezett, 2-szerezett, nézzük meg, hogy ez a Lodz Gaming ez mit csinált, ugye kimásoljuk a linkjét, és jelenleg ugye ezt megnyitjuk itt, a Pukkoinon, ugye Pukkoinon azért jó, mert itt látjuk a chartot is, mondjuk az Eva World-ben meg gyorsan bele tudunk venni, ott mondjuk gyorsabb a belevétel. Látjuk, ez most lefele jön, de nézzük, hogy mi volt, amikor elindult fölfele. Ugye ez most talán 5 perces chárton nézem, hogy általában 1 percesen szoktuk, amikor ez elindul. Látjuk, hogy 990, mondjuk 1000 volt. Szóval, ha itt 1000-en valaki beszállt mondjuk az első időben, akkor ugye utána ez, utána még aznap lett 2000, és még utána ment fölfele, és elérte valójában 5500-at. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ötszörözött minden pénzt, értelemszerűen itt érdemes akár 30-50% hozamnál már realizálni, vagy akár hogyha megduplázta az árát realizálni, de itt folyamatosan kapod egyébként a chatben, hogy hányszorosára ment föl, 4-szerezett, 2-szerezett, és ugye folyamatosan háromszorodott, és akkor folyamatosan tudod, oké, most x szerezett, akkor megyek is egy picit eladok belőle. Persze van olyan coin, ami nem a fölfele megy, hanem lefele megy, ezért érdemes a csapatban aktívnak lenni, mert ezt meg is szokták beszélni, van egy zárt chat, ahol ugye itt a srácok folyamatosan ezeket a dolgokat megbeszélik. Hogyha érdekel a Eva World szignálok, akkor ugyanúgy Eva Mama Sita neki fogsz írni, hogy ő a Cryptomines csatornának az asszisztens sem, nagyon-nagyon szeretjük, ezért mert nagyon sokat segít nekünk. Oké, szóval akkor ez egy frankó szignál volt, Eva World rengeteg fejlesztés jön, nézd meg a velük készült videót, illetve feltétlenül kövesd a tevékenységüket. Jó, menjünk, nézzünk rá a chartokra. Mi történik? Én akkor mindig picit izgulok, mert nem láttam a chartot egy ideje. Először kezdjünk Bitcoinnal, illetve ha már itt vagyunk, nézzük az Ethereumot. Jó, Ethereum, ugye 2800 volt fölül az ellenállás, 2600 a támasz, 2000, hát mondjuk 2570 a támasz. A jelenleg ugye letörtünk, a 2600 egyelőre megfogta, úgyhogy itt oldalazunk, ha 2600 alá lejövünk, akkor mehetünk a, hogy itt a hét eleji, meg a január közepi alacsony szintekre, ugye látjuk, hogy 2003-ig is lement a héten az Ethereum. Úgyhogy ezeket a szinteket érdemes Ethereumnál nézni, nézzük, mi történik a Bitcoinnál. 3700-nál vagyunk, frankó. Látjuk, hogy ugye ez az a ominózus 38.002, 39.003-as ellenállási szint, amit nem tudtunk bevenni. Ha megnézzük 4 órás csárton, látjuk, hogy többször próbáltunk kitörni, fölszúrt 40.000-ig, de egyszerűen nem bírt fölötte zárni, és ugye mai nap itt boom, letörtünk. Ezt ugye értelmezhetnénk úgy is, hogyha itt most itt letörünk, akkor kitörtünk lefelé, és lehet egy nagy esés. A adott esetben itt elgondolkodható, hogy mondjuk nyitnék egy short pozíciót, értelemszerűen stop loss beteszem valahova ide 39.000 fölé egy picit, de lehet, hogy ez csak egy hamis kitörés, értelemszerűen azért kell betennem a stop loss. Egyébként lefele mondjuk, hogyha ez megindul, akkor ugye 34-35.000 forint lenne a célnáram, és ugye a 2:1-es szabályt, amit ugye a tőkeltételes tanfolyamon tanultunk, mert ugye tanulunk shortolni is, ugye alkalmazva ez egy frankó profitos trade lehet. Persze, hogyha fölfele törnék ki, akkor long pozíciót indítanék. A,
Meglepő módon a bitcoin shortok tovább csökkenek, napi csárton nézve elképesztő módon lecsökkentek a Bitfinexen, ez mindenképpen jó jel, és tovább csökkennek. Ha ez így megy, akkor lemegyünk a január 11-i szintek alá, ami mindenképpen nagy szó. Longok enyhén, de stabilan növekednek, ez is jó hír. Bitcoin dominancia nagyjából 42 körül oldalaz, nem sokat mutat, ezért időnként a altcoinok szépen adják egymásnak a stafétát. Jó, nézzünk már rá még a Lunára, illetve kérlek, hogy írd be a kommentbe, hogy mi a kedvenc altcoinod, és akkor azt meg fogjuk nézni. Kadena, ugye Kadenát itt többször vettük, sajnos nem mindig sikerrel, viszont ugye aki hosszú távra felhalmoz, akkor ugye ezek a mélypontok mindenképpen, főleg ez az 5,5 dolláros szint, az frankó volt, és látjuk időnként csinál egy rallit, hogy 5 dollárról 10 dollár, aztán megint visszaesik 5 dollárra, szóval volatilis kony, de aki ezt lekereskedi, az frankon tud a duplázott ugye ezen időszakokban. Az, hogy most mennyire fog kinőni, látjuk, hogy picit erősödik a forgalom, talán az eladók hamarosan elfogynak. Persze soha nem tudhatjuk, hogy még kiránt elő egy nagy paksaméta tokent. Terra Luna elképesztőt ment, ugye látjuk, hogy a nagy esésben igazából annyira nem is esett, mint a többi, és konszolidálódott is látjuk, hogy szép volumen is jött be, és egy nagy-nagy pump történt itt meg. Attól függ, honnan nézzük, 57%, hogyha picit magasabbra, akkor csak 50%, tehát majdnem 60%-ot ment, több mint 60%-ot ment a Luna, itt mindösszesen 4-5 nap alatt, az elmúlt 4-5 nap alatt ment 60%-kal, és imádjuk a Terra Lunát, fogunk jönni majd a stablecoin staking és mindenféle Terra Luna DeFi ökoszisztémával is, ezeket ugye a Patreonon fogjuk megosztani. Szóval elképesztő jól muzsikál. Matic egy picit gyengébb, egyébként Maticnél nem is tudom ezen a csártom, mint hogyha egy ilyen head and shoulders lehetne felfedezni, és most akarná törni lefel a nyakvonalat. Nem vagyok egy nagy head and shoulders varázsló, de ez tényleg annak tűnik, és ugye ennek a célára, hogyha ez megvalósul, akkor kicsit durva mozgás hosszat, mert ez volt a csúcs. Itt van mondjuk a napvonal, hogyha úgy jól nézem, és hogyha ez itt ténylegesen megvalósul, akkor 0,8 dolláros célárat adna. Persze, hogy ez nem mindig éri el a célárat, de eléggé iszonytatónak tűnik, úgyhogy le is szerem minden a csártról. Persze, hogyha te ezt le akarod kereskedni, shortolni, akkor hajrá, értem szerint stop loss-t tennék legalább az 1,6 tájékára. Persze nem tanácsadás, és ne csinálj semmi ilyet, csak akkor, hogyha te tudod, hogy mit csinálsz, és hogy miért, és mi a kereskedési stratégiád. Örülök, hogy itt voltál, feltétlenül nyomd meg a lájkot, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, holnap találkozunk a tőkátételes, short, longolós oktatáson, illetve kedden találkozunk az első Basic és Pro oktatáson, feltétlenül tedd meg a jelentkezésedet, jelentkezz most, Eva Mamacitánál, illetve ugye a nódok kapcsán is, akkor várjuk a kiment egy e-mail. Egyébként apropó, ezt még el szeretném mondani, kiment egy e-mail, amiben ugye a bekértük, hogy mindenkivel adategyeztetés van, hogy az Ethereum címetek rendben legyen, mindenki küldje vissza a Mamacitának, hogy akkor mi a helyes Ethereum címe. Látjuk, hogy itt frankon megindultunk, ugye most jön akkor a 15. visszaforgatás a 15. csoportnak, és akkor az első csoport utána meg ki fogja venni, úgyhogy szépen-szépen megindulunk, és valószínű, hogy akkor más nódokkal fogjuk ezt bővíteni, így, hogy most már van 31 vagy 32 nódunk hamarosan, azon, hogy ez egy nagyon erős bázis képeztünk, és most a kivétel után, ugye a mostani körben mindenki kiveszi ugye a ráeső részt, ugye a 10 strongból mindig ugye a ráeső részt, és ugye azt követően akkor új nódokkal indulunk, illetve az új csapatok már mindenképp ugye az új nódokkal tervezünk, és az új nódokkal indulunk. Lehet, hogy ugye bővítjük a befizetési kört, nem csak Ethereumban lehet majd, hogy az új nódok mennek Polygonon, van ami Phantomon, szóval bővíteni fogjuk a befizetési kört, és ugye a nódoknál egy diversifikált nód portfóliót építünk ki a közös poolba. Örülök, hogy itt voltál, csodás, szép napot, sikeres hetet, a legjobb helyen vagyunk a kriptóba, még az elején vagyunk, és látjátok már nem csak kisbefektetők, nagybefektetők, már országok is kriptoznak. El Salvador, kanadai kamionsofőrök,
Ukrajna állam ebben szerez adományokat gyűjt, és most valószínű, hogy az Oroszország is egyre inkább használni fogja, még akár az orosz bankok, de az orosz oligarchák mindenképp. Örülök, hogy itt voltál, csodás, szép napot, hello, hello!